Na, szerintem, ami nekem nem, tetszik, az... Nem, az, amit én mondok, az a legszebb. Jó, akkor az a legszebb. Na jó, tudod, legyen 10 legszebb. 10 legszebb. Sziasztok! Sziasztok! 10 legszebb tengerpartot fogunk nektek most bemutatni. Természetesen azt a 10 legszebbet, amit mi úgy gondolunk egy ilyen komoly vitába, hogy a legszebb. De tudni kell, hogy Floridában 2170 kilométer tengerpart van, ami nem kevés. Nem az óceánparton, hanem a tengerparton állok. Ugyanis Florida egyik oldala az Atlanti-óceán, az óceánparttal, ez az oldal a mi részünk, ez pedig a Golf-öböl, a mexikói öböl, ami egy tenger, egy peremtenger. Mi az a peremtenger? Egy olyan marginális tenger, ami egy nagy tenger külső leágazása, három irányból föld veszi körül, és csak egy helyen csatlakozik hozzá a tengerhez. Például sokkal sósabb a vize, sokkal sekélyebb és sokkal melegebb, mint az óceáné. Hogyha csak egy közeli példát kell mondanunk, ilyen peremtenger például otthon a földközi tenger, és lehet, hogy nem fogom szárazon megúszni. 50-es évektől kezdtek el lejárni, és akkor kezdett el népszerű nyaralóhely lenni Florida, és akkor kezdték először fölparcellázni itt a telkeket, akkor épültek szinte az előző házak, tehát igazából az 50-es évekre tehető ennek a felfedezése. Azóta viszont a népszerűsége az folyamatosan növekszik. Ezen a 10-es listán természetesen az a 10 tengerpart szerepel, ami nekünk a legjobban tetszik, de biztos sokat fogtok ti is tudni mondani, sok más tengerpartot, amit ti ismertek, és amit szebbnek gondoltok. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szebbnél szebb tengerpartok vannak Floridában, de ez a mi 10-es listánk. Nos, nem ez a következő szép tengerpart, amit megmutatunk nektek, csak tudom, hogy sokan kérdeztétek és érdekeltiteket, hogy mi van a szememmel. Nos, túl vagyok a szemműtéten, de nagyon köszönöm nektek, hogy ennyien aggódtatok, értem. Ha valakinek rossz a szeme, nyugodtan vágjon bele, mert óriási életmódbeli változás és minőségbeli különbség. Néhány perc volt az egész, a csöppentés és a tágulás tovább tartott, mint maga a műtét. Belenéztem egy ilyen kis szerkezetbe, követtem a piros fényt, néhány kis puffanást hallottam, és kattogást hallottam, és sicsúgy meg volt a szemműtétem, most újra jól látok. Még egy picit könnyezik a jobb szemem, de szerencsére Attila doktor úr megint jól vágott, jól tette a dolgát, úgyhogy azzal a lézerrel megoldotta, hogy újra tökéletesen látok, úgyhogy most én is tudom veletek együtt élvezni a következő tengerpartot. 10. Florida Keys, Isla Morada, ami nagyon alkalmas a búvárkodásra, egyébként természetesen gyönyörű, arany homok van ott is, de nekünk miért a 10. Nekünk azért a 10., mert nagyon lent van Siesta, olyan, mint hogyha hosszú-hosszú órákon kell autózni lefele a Florida csücske felé, és az olyan, mint hogyha Siófokra mennél egy ilyen hosszú autóúton, és szembejövő forgalom is van természetesen, mind a két oldalon házak, mind a két oldalon nyaralók, tehát olyan, nekem jó párszor voltunk, nekem egy kicsit olyan Siófok, olyan Balaton feelingje van, és hát nem pont ebből a meggondolásból, de ez is az egyik meggondolás, ami miatt hát a 10. helyre soroltuk. A valójában 6 kisebb szigetből álló Isla Morada az egyik legjobb hely snorkelezni és búvárkodni, ráadásul a világ sporthorgász központja. Olyannyira, hogy például tavaly 8000 női horgász versengett itt. De lehet a híres tarpont etetni, és ugyan nem a kedvencünk, hogy bezárják az állatokat, de delfinekkel, fókákkal vagy cápákkal is lehet itt úszni egy lezárt lagúnában. A szigeten rengeteg kisebb-nagyobb fehér homokos partot találni, sekély vízzel, így olyan, mintha saját kis partod lenne, ahol nyugodtan pihenhetsz, tömeg nélkül. Hát Tündének az is a kedvence, ott az a rész, mert ott nagyon sok leguán van, igen, és hát ő nem szereti, ő egy kicsit féltörük, amikor megjelenik a lábánál, és éppenséggel a szoknyája alá akar nézni, és ezt nem szereti. Valaki szereti például. Egyébként én imádom a leguánokat, de azért ezek a saját természetes környezetükben vannak, tehát jobb tőlük egy kicsit távol tartani magát az embernek, mert soha nem lehet tudni, mikor támadnak.
Elnézek a másik partra, hiszen az öböl másik végén Pensacola van. Ő került a 9. helyre, pontosabban Pensacola tengerparti része. Hogy miért? Gyönyörű, van sziklás, van csodás homokos tengerpartja, viszont minden egyes hurrikánt, minden egyes vihart telibe kapnak. Tehát az az a hely, ahol csak ilyen házakat láttok, mint ami mögöttünk is van, kiíveszti típusú házakat szölöpökre építve, azért, mert a tenger, a víz továbbra is az úr. És Pensacola valami miatt mindig elviszi a hurrikánt, a vihart fölfelé, mi ezt köszönjük nekik, de sajnáljuk őket. Szóval emiatt a veszély miatt került Pensacola bármilyen gyönyörű és a tengerpartja, csak a 9. helyre. Pensacola Beach egy ugyanolyan gátsziget, védősziget, mint a mi Siesta Keyünk. Világhírű a vakítóan fehér, lágy homokos partjáról. A parton a 60-as évekig egy híres, hírhedt kaszinó állt, ahol a boxmeccsektől a szépségversenyekig mindenre lehetett fogadni. Itt található ez a csodás pír, ami a golföböl leghosszabbja, a közel 500 méter hosszú mólón végig sétálva delfineket, menitéket és az itt élő állatvilágot csodálhatjuk. A part gyönyörű, de évszázadok óta ostromolják a hurrikánok. Ez az egyik oka, ami miatt a szépsége ellenére a listánk végére került. Továbbá a közelben lévő nyüzsgő katonai légibázis sem a nyugalom garanciája. Azt viszont nem vehetjük el az itt élő 2738 állandó lakostól, hogy van humoruk. Ezt mutatja a Futurónak nevezett ház, amit sokan UFO-nak csúfolnak, vagy a 2002-ben épített Dome of Home, amit Flintstone háznak is gúnyolnak, bár nem kőből, hanem betonból építették, hogy kibírja az akár 480 km/h erősségű szelet hurrikánok idején. És már bizonyított Iván és Denis hurrikánok alatt. Nem ijeszgetünk tovább, de ugye, hogy értelmet nyer az a mondás, hogy a szépség néha nagyon veszélyes? Marco Island és Sanibel Island két nagyon egymáshoz hasonló sziget, ahol azért őrájuk elsősorban az jellemző, hogy nagyon sokféle kagyló van, tehát nagyon sokan járnak oda kagylót gyűjtögetni. Igaz az is, hogy azért a hurrikán is elkapta most legutoljára, és hát nagyon-nagyon nagy kárt tett benne, nagyon sok házat elárasztott a víz, mert kijött a víz, nagyon sok házat elvitt a víz, elvitt a szél, úgyhogy ők is megkapták. Ebből a szempontból szerencsétlenek, de aztán újból minden helyreáll, a természet annyira szépen helyre tudja állítani magát, meg az emberek is nagyon sokat tesznek ezért, úgyhogy most már talán több mint egy éve volt ez a hurrikán, azóta azért nagyon szépen helyreállt minden, és újból érdemes elvenni, kagylót gyűjtögetni oda. Mert hogy rengeteg kagyló van, Sanibel az egyik leghíresebb kagylógyűjtőhely, azok szoktak oda járni, akik különlegesebb kagylókat akarnak összegyűjteni, és akiknek fontos ez, hogy a gyűjteményükben érdekesebb és érdekesebb kagylók legyenek. Ezen a szigeten sok ilyet lehet találni, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon szép, de a természet csodálatos. Egy évvel az Ian hurrikán után, ami 2,5 méteres hullámaival maga alá temette a szigetet, elemésztett 300 hajót és rengeteg házat, épületet. Ma olyan, mintha mi sem történt volna. A közel 10 kilométer hosszú, finom homokos part a sekély langyos víz télen-nyáron népszerűvé teszi Marco Islandet, ami Florida 10 000 szigetének legnagyobbja. Talán azért is kedveljük, mert mint a mi szigetünk, itt is minden megtalálható egy helyen. A csodás parttól, az ugrálva játszadozó delfineken át az esti szórakozó helyekig. A szomszédos Sanibel pedig a világ egyik leghíresebb tengeri kagyló lelőhelye. A 24 km hosszú parton 250 különböző kagylót gyűjtögethetünk. Sokkal több. Igen, van, ott vannak most a szép kagylók. Igen. Nézd ezt! Kicsit ez összetör, de hatalmas volt ez a kagyló. Igen. Törött része. Ezek azért nagyon könnyen törnek. Így van. De nézd, ez is, ez például szép, mert fehér színű kagylóra szükségem van. Ezt elviszem. És itt is itt vannak szépek.
tünde azt, hát azon csodálkozik, hogy én nem szeretek mezitláb járni ilyen kagylós helyeket, mert szúrják a lábamat, de hát papucsban megoldok mindent. Ő jár mezitláb, és akkor erre nagyon büszke, hogy ő mezitláb tud járni. Én meg ugye hát mint egy kis szűz sikítozok, amikor mezitláb megyek, de papucsban meg tudok oldani mindent, és ez az igazság, nem szeretek mezitláb járkálni, különösen nem ilyen kagylós területen. Fort de Soto egy órás kitérő Szentpétervár alatt, de a floridai Szentpétervár, tehát Szent Petersburg alatt, ami megéri, hogyha például a madarak nagy kedvelője vagy. Ugyanis ezen a területen, ezen a kis szigetes részen több mint 326 madárfajt ismertek meg eddig, szóval igazándiból nagy paradicsom. Igazi paradicsom azoknak, akik szeretik a madarakat, akik szeretik ezt a különleges természeti lehetőséget, hogy egy érintetlen területen madárlesre ülnek, várnak, és csak hallgatják, hogy csiripelnek az édes drága madarak. A parkba, ami 5 szigeten terül el, pár dolláros belépőt kell fizetni, de bőven megéri, hiszen nincs tömeg, csak szeles napokon a kitesurfösök. De a Skyway hídra így is fantasztikus a kilátás. Fort de Soto a nevét egy erődről kapta, hiszen a tampai öböl lakói itt alakították ki az első védelmi vonalukat egy 1898-as Kubával történt incidens után, ami az úgynevezett spanyol-amerikai polgárháborúhoz vezetett. Az erődöt önállóan járhatjuk be, nincs idegenvezető, és az egyik érdekessége, hogy mire elkészült, vége lett a háborúnak. Így ezek az ágyuk soha egyetlen lövést nem adtak le. Ami a Nemzeti Park nagy előnye, hogy igyekeztek mindent a természetes módján megtartani, így nem nagyon van étterem, vagy lajtos, vagy bazár. Szóval szerintünk pont ez a nagy előnye. Mielőtt kilépünk a következő tengerpartra, ne felejtsétek el kedvelni ezt a videót, hogyha tetszett nektek, és ne felejtsetek el feliratkozni természetesen, na és nyomni a csengőt. Mögöttem Anna Maria Island pírje, azaz a kis kilátója, ahová ki lehet menni, és ahonnan például a különböző kis hajók, ferrék, kompok indulnak a környező szigetekre. Csak a hatodik lett, hogy miért? Talán azért, mert túlságosan sziklás és folyton őrülten szeles ez a rész. Szél ide vagy oda, szeretünk ide járni a tengerparti éttermekbe, és az egész sziget és part a kíveszti nyaralós életérzést nyújtja számunkra a nagy tömeg nélkül. Na, hol tengerparton, na, hol Anna Maria Island tengerparton, és nem sokára hozzák az ebédet nekünk, Tünde koktélezik, én sörözök, mert azt még azért lehet autóvezetés mellett is, már autóval megyünk az tovább. A pici mehet, igen. Szóval így lazítunk mi itt egy hétvégén. A 11 km hosszú parton váltogatják egymást a homokdűnés, sziklás vagy homokos partok, amiből a legszebb talán a Kukina Beach. A szigetet 1921-ig csak hajóval lehetett látogatni, ma két hídon, de egyetlen főúton közelíthető meg, és mivel nincs sok nagy szálloda, megőrizte a báját. A színes bungallók és az óriási villák váltogatják egymást, de a part, a naplementében játszadozó delfinekkel vagy manitíkkel mindenkié, úgy, mint nálunk. Gyönyörű, de azért ennél van még jó néhány sokkal szebb part. Dry Tortuga nagyon szép. Igaz az is, hogy csak hajóval lehet megközelíteni. Egy régi erőd romjai vannak ott, 7 darab szigetből áll. 113 kilométerre Kivesztől található az USA legeldugottabb, de talán legszebb nemzeti parkja és szigetcsoportja. A Dry Tortuga, vagyis száraz teknősök a szigetcsoport neve, hiszen itt édesvíz sehol nincs, és annó csak a teknősök éltek itt. 100 000 négyzetkilométer csodálatos természeti védelmi terület, úgyhogy nagyon érdemes elmenni oda és egy csiránk dolgatni egy kicsit. De hát akik még nem szeretnek hajózni és félnek a hajózástól, akkor azok ne menjenek. Mese szép helyen, mindössze a terület 1%-a a szárazföld, így a legfantasztikusabb hely sznorkerezésre, búvárkodásra a korallzátonyok között. És a teknősök megfigyelésére is tökéletes helyeket találhatunk, bár ezeknek a látogatása sokszor tilos a tojáslerakás idején.
és ha valakinek nem ad izgalmat a természet, az ellátogathat a Jefferson erődbe, ami az USA legnagyobb téglaerődje a 19. századból. Bár szerintem a legvarázslatosabb, amikor a tenger lakói úsznak körülötte, vagy amikor este hazaérkezik az itt élő közel 100 000 madár. Captiva szigete az egyik új kedvencünk. Ez a gyöngyszem alig nagyobb, mint 4 négyzetkilométer. Ez a pici sziget valaha Sunnybell része volt, de a természet addig erodálta a közöttük lévő homokot, míg külön váltak. A sziget valaha a Kalúza indiánok lakhelye volt. Ma alig több, mint 300-an laknak itt, de a szigeten lévő milliómosok során lévő világban jó néhány híresség él, mint például Steve Martin vagy Tom Hanks. Az autós közlekedés a sziget jelentős részén tiltott, viszont Amerika egyik legszebb tengerpartján pihenhetünk, tényleg a Nyugalom szigetén. Nyugalom, kristálytiszta víz és folyamatosan változó természet. Ez a sziget hosszú, nyugodt sétákra, merengésre invitál. Azoknak való, akik inkább a nyugalmat keresik, és ki akarnak szakadni a hétköznap nyüzsgéséből. És hogy miért került a dobogóra Venice Beach? Hát azért, mert itt rengeteg cápafüget, sokszor sok száz éves cápafogat lehet gyűjteni, és szeretjük is. De ami miatt még a szívünk csücske, ez először is a fekvése is nagyon szép, nagyon kellemes, az, hogy itt nem messze ettől a strandtól, de még ide tartozóan van egy kifejezetten kutyastrand. Ahova hát a kutyusainkat, amikor azt akartok egy kicsit bemenjen, mondjuk a Zeus nem annyira imádja a tenger, de azért ő is eljön és körbeszaglásza a másik kutyákat, de nagyon imádnak. Kifejezett kutyastrand is van, ahol csak kutyákat lehet bevinni. Tehát ezért is a szívünk csücske, de hát a fogak, a cápafogak, ott fogászkodni az isteni. Kihúztam egy cápafogát. Nézzétek meg, itt van. Itt van, kihúztam egy cápafogát. Igaz, hogy a fog több millió éves, ugyanis Floridának ez a része, amikor víz alatt volt, akkor itt éltek a cápák. És mint a cápa egy életen keresztül 20-25 ezer fogat is elhullad, így itt a vízbe rengeteg cápafog van, sok méter mélyen, egymásra rakódva rengeteg cápafog, ami nagyobb rész mind több millió éves. Úgyhogy nem én húztam ki. De azért jól hangzott, nem? A 22,5 kilométer hosszú parton a cápafoggyűjtő helyek mellett csodás, fehér homokos, kisebb-nagyobb strandok váltják egymást. Ráadásul állítólag ez Amerika legboldogabb tengerparti kisvárosa. Tényleg varázslatos a part, de ahogy nálunk mondják, Venice-ben laknak a szaraszotaiak szülei és nagyszülei, vagyis a város és a partok is a 70 felettiek igényeire vannak szabva. De a naplemente itt is ugyanolyan mesebeli, mint nálunk. A másik dobogós, ugye Turtle Beach. Majdnem mondhatjuk, hogy majdnem az első. A második helyre helyezzük. Ezt nagyon szeretjük, egyrészt amiatt, mert ennek a másik végén ki szoktunk kötni hajóval rendszeresen, mert úgy összeér a egész pici csücsökbe, és oda arról az oldalról ki lehet kötni, és akkor átjövünk erre az oldalra, ami egy kicsit azért lejjebb van. Az az igazán szép rész, ahová csak hajóval lehet kikötni. Nagyon sekély a víz, nagyon kell figyelni. Jobbra, 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 jók vagyunk. És egyszer csak kiérünk a leggyönyörűbb kék partra, kivéve a turistákat. Hát igen, szóval itt nem, voltunk jó párszor, hogy őszintén nem voltunk párszor, úgy nem volt senki. Fő vonzerő. Vonzerő. Hát az, hogy teknősök. Itt rakják le a teknősök a tojásaik. Azért is hívják Turtle Beach-nek, ugye a Turtle Beach. Ez fantasztikus dolog. Szia! Hát te mit csinálsz itt? Nagyon édes vagy, gyönyörű vagy. Nagyon édes vagy, eszik. Odafigyelnek az emberek, tehát odafigyel az úgynevezett önkormányzat is itt, hiszen vannak erre emberek, és vannak kis ketrecek, amikkel, ahova a törtül lerakja a tojását, oda azonnal körbekerítik, hogy nehogy valami gyerek vagy bárki oda menjen homokozni, mert hiszen nem lehet azt megismerni, hogyha, ha nem jelölik meg. Tehát ebből a szempontból nagyon tiszteletre méltó, hogy ennyire figyelnek a teknősökre. És nagy vágyam, hogy egyszer addig ott üljek a tengerparton, amíg nem jön elő egy kis teknős, azt nagyon szeretném látni. Igen, ez egy jó érzés. De hát ezt nem hiszem, hogy sokszor napokig kell ott ülni és figyelni. Hát ez nem hiszem, hogy megérnek ennyi. Egyszer meg fogom csinálni. Az első
nekünk mindenképp, de mint látjátok, elfogultak vagyunk, de nem csak nekünk. Ez a legszebb tengerpartja Floridának. Igen, USA, sőt, azt mondja, hogy Amerikának. Dr. Beat szerint. Igen, igen. Annyi emlékünk van erről a partról, annyi minden köt ide. Több mint 20 éve járunk ide, és hát amikor először jöttünk le, de Siestára tulajdonképpen sok mindennel együtt, ez is az egyik szerelem volt maga a Abszolút. Strand. Szerelem hát, volt első látásra. Igen. És tényleg a Dani itt volt ebben a homokban, totyogós. Két éves. Nem tudom, mennyi homokot fogyasztott el, hogy rengeteget, mennyit. Rengeteget. Nagyon sokszor súlyán. Beleesett, igen. De itt van a dobolás. Tényleg maga a paradicsom. Most már nem sokára lemegy a nap. A naplementék fantasztikusak itt. És képzeljétek el, most az idén nem, de volt olyan, hogy itt nyuszik mászkáltak elő. Ahogy nekünk otthon van nyuszink, itt is voltak nyuszik. És nagyon édesek, hogy előkerülnek egyszer csak a vadnyulak innen. Lássuk, mennyire enged közel magához. Nyuszi, ne félj, nem bántalak. Csak meg akarlak mutatni közelebbről. Nagyon helyes vagy. Valóban a szerelmünk ez a strand. Nagyon nagy egyébként, hatalmas. Tehát onnét, ahol a házak kezdődnek, onnéttól egészen le, ott, ahol a nap lemegy, hogyha most így a nappal szemben is lehet látni. Valami csípte a lábamat. Igen. Hát akkor hadd meséljük el. Lesántultam, fáj. Lesántult. Meséld el, hogy az első kalandod milyen volt, mikor elmondták, hogy ne gyere át ezen a zöldön, és te átjöttél. Hát megcsipett minden, meg fölvágta a lábamat, hát volt ilyen, de... Hát fire ants, ugye itt tűzhangyák vannak. Én amúgy se szeretek mezitláb menni. De hát ez a végtelen, hosszú part, ez a miénk, ezzel a hihetetlen homokkal. Itt még én is szeretek homokozni. Igen. Mert olyan fantasztikus a homok, hát, ugye, mint a liszt. Olyan, mint a liszt. Most... De mondjuk kicsit viszi a szél. Gyerekeknek, de el vagyunk vele. Viszi a szél, és mondjuk másnak a szemében viszik. Örök vágyom az, hogy egyszer az életben lifeguard lehetnék. Persze a lifeguardok általában azért egy picit fiatalabbak is, és innét a strandról hát nézegetném a jobbnál jobb popsikat, meg ticiket. Innét föntről, de gyerekek, innét föntről egészen... Nem, innét föntről egészen más a hatása, egészen másképp lehet látni az embereket, akik napoznak alattad. Szóval ez egy nagy érzés lenne, pláne a vízből kimenteni egyszer egy sellőt, vagy kimenteni egyszer egy szép, egy ilyen hölgyet, mint amilyen a tünde, kimenteni. Na várjátok, most ezt eljátsszuk. Kérem, segítsen! Mi? Kérem, segítsen! Megcsípett egy medúza! Hol? Meg tudna gyógyítani! Kérem, hiszen itt a legtöbb probléma, abból de szokott hol van? Menni, hogy hol megcsípett van? Valakit hol egy van? Medúza. Mutassa, mutassa! Ne kezdjél el itt kotrászkodni! De mutassa, hogy hol csípte meg! Itt a kis ujjamat megcsípte a medúza! Menjen orvoshoz! Nem hiszem, hogy Árpi lenne a legjobb lifeguard. Mit gondoltok? Ne de... nézzétek meg, milyen csodálatos. Azért lehet, hogy elfogultak vagyunk, sokkal de... Sokkal jobban leápoltam volna egy 18-ast. Hogyha megcsipte volna a... Sokkal nagyobb pofont adott volna neki egy 18-as. Nem hiszem. Igen? De igen. Abszolút. Hát igen. Úgyhogy... Mekkora a sirály? Igen, a sirályok. Akkora, mint egy hatalmas, hát egy hatalmas madár. Nagyon nagy méretű. Totyog, hát alig viszi magát. Szóval, ha netán láttátok a Madarak című filmet, akkor az néha itt előfordul. Őrület, amikor itt támadnak. Teljes őrület van a sirályokkal. Na, nagyon bírom, hogy van, aki így felhozott egy asztalt, és itt eljátszanak. Nagyon durván. Ezek valóban, akik itt élnek nagyon. Ezen a részen, ezen a strandon, ezek nagy méretű sirályok. Vannak egészen kicsi, ezek nagy méretű. Most viszonylag kevesen vannak, mert azért a szezonnak már vége van. Igen. Amikor a szezonban, tehát december, január, február, március, akkor nem lehet leparkolni se. Itt mindenütt végig töménytelen mennyiségű jó saj, természetesen az is van. Hát meg vannak, rengetegen van, tehát tényleg nagyon sokan vannak. Ez a legnépszerű strand, és mi hál' Isten ezen a szigeten lakunk, tehát innét a strandtól nem messze van a házunk, és nagyon könnyen le tudunk jönni. De hát azért mégiscsak büszkék is vagyunk arra, hogy ez a number one strand itt az USA-ban, de
valóban nekünk is a szívünk, ez áll a legközelebb. De ez volt a mi kis tízes listánk a legszebb tengerpartjainkról, amiket mi ismerünk. Amiket mi tartunk a legszebbnek. Legszebbnek, igen. Általában figyeltünk arra, hogy tényleg ne a leg nagyon népszerűbbek legyenek, hanem azok, akikről kevesen tudnak leszámítani a Sziasztát, ami azért nagyon népszerű. Igen. Úgyhogy tartsátok szárazon a puskaport. És egy nagyon fontos dolog, jövő héten sem hagyunk titeket, csodás hely és már tengerpart nélkül. Így van, jövő héten már Baliról jelentkezünk a következő időszakban, Baliról. Láthatjátok a kis filmjeinket, megéri, higgyétek el. Így van, nagyon szép hely az is, de hát azért ez a legszebb itt. Nem. Hát meg a Tünde a legszebb. A Tünde a legszebb. Jaj. Sziasztok! Sziasztok, jó éjszakát! Sziasztok, ne felejtsétek el! Mi van? Szárazon tartani? Ja, puskaport, igen. Te miért mondtad az előbb, hogy jó éjszakát? Nem tudom, mert megy le a nap. Na mindegy, tartsátok szárazon a puskaport, kezeket a paplapot. Sziasztok, jó éjszakát! Sziasztok, jó éjszakát!